Megszereztem a Sonic Forces Platina trófeáját, így 100%-osan teljesítve a játékot, viszont itt van egy DLC, amihez szintén vannak trófeák, ez itt az Episode Shadow. Sziasztok, én Petőjük, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Sonic Forces videóban. Hogyha már te is vártad az Episode Shadow-nak a végigjátszását, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi platformer játék videókért feliratkozhat. Ez egy előzmény történet, úgyhogy először érdemes a fő sztorit megnézni, illetve végigjátszani, mielőtt ezt játsszuk. Egy hónappal azelőtt, mielőtt a doktor átvette volna az irányítást a világ fölött, az első alkalom, amikor találkoztam vele. Rouge és Shadow beszélget, hogy valami érdekes dolgot vettek észre. Shadow nem gondolja, hogy a doktor tenne bármit is ok nélkül. Az a pletyka, hogy Eggman valamilyen új fegyvert készít. Omega már hamarabb elindult arra felé, szóval majd ott találkozhatnak Shadow-val. Ez az első pályánk, az Enemy Territory. Hadd nézem ezt a Shadow-t, hogy nézd. Oké, mehetünk tovább egyenesen, mondta Rouge, hát rendben van. Wow, még hogy csúszkálgat, mi van ott a cipőjénél, hogy megy ez így, de érdekes, ahogy úgy megy. Na jó van, boostot használjuk, szinte repül, azta, hát én még nem láttam így Shadow-t. De elég vagányul néz ki, ezt meg kell, hogy mondjam. Oké, hát ismerős nekem ez a pálya egyébként. Úgy tűnik, hogy ez már volt a korábbi, vagyis hát a teljes játékban ez benne volt. De azért másképpen van felöltöztetve. Tehát itt volt egy hurok, azt hiszem, vagy lehet, hogy nem. Na nem tudom. De azt tudom, hogy Shadow az egy nagyon komoly karakter, és még a boost is ott úgy pirosan van. Hogy megy ez ilyen durván? Ja, nincs megállás. Ja, itt a hurok, jól van, akkor jól emlékeztem. De ahogy érkezünk be, oké, mehetünk boostolva, hoppá, ott maradt egy csillag, na nem baj, azokért majd úgyis visszajövök. Hát így voltak a trófeák, amiket láttam, hogy van egy trófea, ami azt kéri, hogy az összes, hoppá, Omega most beszél, azok a trófeák vannak, hogy szerezzem meg az összes olyan vörös csillagos gyűrűt, szerezzem meg a számos gyűrűket, illetve a ezüst holdasokat. De Omegának valahogy nem működik nagyon jól a rádiórendszer, nekem valahogy úgy tűnik. Szóval valami lehet ott vele, nem értem át. Jó, most jól mentem, pattogunk ide, várok egy cseppet, pattogok oda, úgy kell, ki kell várni. De most mondtam el! Jó, most már mehetek, itt a boost, úgyhogy így nyomjuk végig. Úgy bizony, szép gyorsan, hát ez bír menni. Hasonlóképpen, mint Sonic, de vagány ez a karakter is, én azt mondom. Infinite már is beszél Shadow-val. Világ legerősebb robota nem számít nekem kihívásnak, csak rákhúsnak, vagy mit beszél. Ezek szerint akkor Omegát le is tudta győzni, nem tudtam róla, hogy olyan legerősebb robot, de akkor ez megmagyarázza, hogy miért nem volt a Forces-ba úgy benne a történetébe, csak a legvégén jött meg. Mit tettél Omegával? Ő gyenge volt hozzám, gyere csak Shadow, találkozunk újra. De miért azt mondja, hogy reunion, tehát hogy újra találkozás, mintha már ismernék egy? Na jó, kíváncsi vagyok. Mondja is Shadow, hogy én nem ismerlek téged. Gondoltam, hogy így fogod gondolni. Ó, igen, és itt nevet. Akkor mi a sztori az Infinite-nek? Én vagyok Infinite, azt mondod, te nem ismersz engem, de én pedig nagyon is jól emlékszem rád. Számodra csak egy volt Eggman bázisáinak a listájában, amit összezúztál gondolkodás nélkül. Akkor lehetséges, hogy valamikor még néhány hónappal ezelőtt. Lehet, hogy Shadow akkor valamit ott úgy elpusztított, és akkor ott volt Infinity, és talán itt a második pálya Eggmannek ez a bázisa. Oké, hát ez komolynak tűnik ez a sztori, amit itt elkezdtek. Van egy behatolom, Shadow behatolt ide az épületbe, ahova nem csak Eggman beszél itt rádió, és ez a csúszkálós pálya, erre emlékszem, de ilyen aranyfigurákra nem emlékszem, hogy lekik csak ki. De 10 darab gyűrűt, az is jó. De mérges, nagyon mérges Eggman, ott kiáltozik, hogy Shadow. Jó, hát itt nem volt egyszerű összegyűjteni a gyűjteni valókat, volt az alap Sonic Forces-ba is, de egy darab vörös gyűrűs itt már volt, de nem tudom, hogy lesz. Ott a második, gondolom, vagy igen, ez a második volt, szép, itt van a harmadik, azt hiszem. Igen, eddig jó, menjünk csak úgy rajtuk keresztül, aztán pattogózás oda-vissza, ez szép volt szerintem, menjünk is,
középre, csúszunk tovább. Ajajaj, várj, jó, sikerült közöttük elmenni. De jönnek már a kis csatlósok is ide a segítségek. Jó, azt hiszem ki tudjuk lökni, de nem az a lényeg, hogy kilökjük, hanem hogy mi maradjunk ide bent. Mert ha nem maradunk, akkor nincs jó vége, mert ebbe az irányba tudok menni. Jó, és ott a pálya vége. Oké, az elég gyors volt. Na itt van egy átvezető videó, megérkezett, ide Shadow, elbújt. Hey, te tudom, hogy hallasz engem, te vagy a kapitány, ez ki az? Itt van Infinite, lehet, hogy Infinite-et küldték ide, talán te elpusztítottad a csapatomat. Ja nem, most beszél Infinite, de még nem is olyan az alakja, mint amilyen már a Sonic Forces-ban volt. Oda megy és támad. Nézzen csak, hogy néz ki? Nagyon durván elbánik vele, ezt vettem észre Shadow-tól. És nem így, nem mutasd meg még egyszer azt a szánalmas fejed ide én elé. Jó, elbánt vele. Mi történik vele? Szánalmas, engem hív gyengének. Nem látszik az arcosa, lehet, hogy úgy annyira összetört a Shadow. Én nem vagyok gyenge, nem vagyok gyenge, ezt ismételgeti, és nagyon dühös lett, és aztán itt van ez a bizonyos sisak, vagyis itt van. Feladtam az arcomat, az napon elengedtem a régi saját magamat, aki gyenge volt, hogy erősebb legyek. És aztán végül megszereztem a hatalmat. A hatalmat, ami majd mindenkit a térdére kényszerít. Újjá születtem, és akkor így született meg Infinite. Ez simán bele lehetett volna tenni a játékba. Vissza egy hónappal Dr. Eggman átvételeivel viszont, de ugrálunk itt az idejébe. Csak azért váltam azzá, ami vagyok, mert te ezt tetted velem, de te nem emlékszel rá. De gondolom, hogy ez így működik. Ez csak annyit jelent, hogy az én régi gyenge énem túl szánalmas volt, hogy emlékezz rá. Shadow csak egy kérdője. A határtalan erőmnek köszönhetően most már megállíthatatlan lettem. Wow, mit mondott? Ezt kap ki, és az a hang volt, amit a boss fightnál is mindig csinált. Shadow válasza felkiálta, ugye? Virtuális valóság. Na nézzük, hát a Green Hill-be érkeztünk 2D-sre. Shadow, hoppa. Oké, hát úgy tűnik, hogy belehozott engem a virtuális valóságba. És támad Infinity így ellenünk, vagy hát nem is tudom, mit csinál itt, de azt tudom, hogy vannak ezek a... óvatosan. Jó, oké. Várja. 3 hónappal ezelőtt? Miről beszél Rouge? Hogy érti, hogy 3 hónappal ezelőtt mennyit aludtunk, vagy mi történt itt? Itt van ez a második vörös csillagos gyűjteni való. Így bizony, nézzük, mi van még itt. Azaz, gyorsan. Ó, de pont oda jött egy támadása. Az nem tetszett nekem, de hát... Ez már csak így megy. Ho, na várjál, oda lehet pattanni. Azt mondja, hogy innen fel kellene valahogy, várjál, szerintem, hogyha erről a platformról nekiindulok és oda kilövöm magam, akkor így megvan, az volt a 3. csillag. Jó, innen mászhatunk fent, tehát ki kell várni a megfelelő időpontot, hogy ezeket a boostokat meg támadásokat megtegyük. Egész jól ki volt így alakítva. Oké, mehetünk most már gyorsan a végére, de hogy mehetek? Szép lassan kell még itt menni. Itt volt Omega kiiktatva, de nem lehet látni őt. De lehet, hogy csak azért, mert sosem történt ez meg. Akkor ki mondta és miért mondta? Én nem vagyok gyenge, nem győztek le. Mi van itt? Hogy történt? Most Omega is azt mondja, amit ahogyis Infinite mondott. Ez csak a fejébe történik, ez a virtuális valóság lehet. Benne vagyunk Infinite-nek a világába, és azért ilyen ez az egész. Én úgy gondolom. Érdekes, ezt a sztorit, hogy így Infinite hogy jött létre, vagy mi a helyzet vele, jó lett volna, ha beleteszik a főjátékba. Én legalábbis érdemesnek tartottam volna. Szerintem az nem rossz ötlet, hogyha ilyeneket így beletesznek, mert tényleg nem tudtuk úgy, hogy Infinite hogy jött létre, vagy mi van vele. Várja, ott lesz a pálya vége, ki kell várni a megfelelő, hát az nem volt elég jó pillanat. Hát nézem, mikor lehet, most lehet menni, így föl szépen. Oké, ez is kész. Na itt van Shadow, hol vagy mi történt? Visszatértem? Nem, ez csak egy illúzió? Ez a valóság, Shadow, a te valóságod. Nem számítottam rá, hogy visszatérsz majd élve, de meg kell, hogy mondjam, valóban csodálatos show volt, nem igaz? Kérdezi Infinite Shadow-tól. Még Sonic sem tud majd legyőzni engem, és ott nevetgél. Sonic, mit tervezel? Hoppa, és közben valami robbanás volt.
Szerintem itt történt meg, hogy azt a várost elkezdték támadni, és utána Sonicot legyőzte Infinite. Állj meg, merre mész szerinted Infinite? És csak nevetgél. Rouge beszél, hogy Shadow most már visszatért a kapcsolat. Mi történt? Rouge, menekülj onnan, mert robbanások vannak ott, és összetörik. Összedől az az épület. Most már megy onnan Shadow. Egy bizonyos napon Green Hillben Eggmannek a serege egy támadást indított. Rouge, az igazat mondod? Miért hazudnék erről? Eggman legyőzte Sonicot. Sonic is ott van, úgyhogy nem hiszem, hogy nagy gond lesz ebből. Infinite is beszél, hogy most már Sonic sem állhat ellenem. Shadow mondja, hogy nem hiszem, hogy a doktor tenne valami ilyesmit, anélkül, hogy Infinite-et is hívná. Szerintem vele itt már összerakja a képet. Rouge meg már szól, hogy Shadow az nem jó, gyere gyorsan ide. Na mi történt? Hát ez történt, így kezdődik, és így van akkor összekapcsolva ez a sztori a Sonic Forces elejével, illetve az Infinite eredet története, meg Shadow, hogy van benne. Ez igen, ez jó. Ugyanazt az átvezetőt játszotta le akkor a játék, és hát akkor itt ennyi van, ezeket lehet itt teljesíteni még, és akkor összegyűjtögetni azokat a gyűjtenivalókat, amiket még a Sonic Forcesben is már megszokhattunk. Ez tényleg egy jó ajánlás volt, egy ingyenes DLC, amit le lehet tölteni a játékhoz, viszont úgy tudom, még van egy szuperszonikos, hogyha szeretnétek, hogy azt is mutassam még be, akkor azt hozzászólásba letehetitek. Egyébként meg aki még nem látta volna a teljes végigjátszását a Sonic Forcesnak, az itt a lejátszás listában megtalálja. Találkozunk legközelebb.